Elgondolkodtál már valaha azon, mi történhet veled egy olyan helyen, ahol egy apró figyelmetlenség akár az életedbe is kerülhet? Sokan valószínűleg nem, mert ha megtennék, nem hajtanának be figyelmetlenül vagy a tilos jelzés ellenére a vasúti átjárókba. Évente mintegy 60 ilyen végződik aztán balesettel, közel harmaduk pedig halállal. Idén eddig már majdnem 20 eset történt, több mint az előző év azonos időszakában. A halálos áldozatok száma is növekedett, a tavalyihoz képest 2-vel többen, 4-en haltak meg 2021 első 4 hónapjában. Ebből 5 eset járt személyi sérüléssel és 10 anyagi kárral. Ezekre hívja fel a figyelmet a MÁV nemrég indult interaktív kampánya. Nyomozzuk ki együtt, hogy mi történt. Az ütközéspont című kisfilm és weboldal elsősorban a gyerekeket és fiatal felnőtteket célozza meg, közvetlenül vonva be őket egy szimulált baleset bemutatásán keresztül. Egy 360 fokos kamerával mindent felvettünk, és minden részletet meg tudnak nézni a fiatalok így a weboldal segítségével, és bízunk benne, hogyha látják ezeket a szörnyűségeket, akkor talán eszükbe jut az, hogy amikor például vasúti átjáróhoz közelednek, akkor kiveszik a fülükből a fülhallgatót. Ez egy dramatizált memóriajáték, ahol a saját képességünket tehetjük egy egészen egyedi módon próbára, azzal, hogy minden részletet meg tudunk nézni, és aztán mi kiállíthatunk egy rendőrségi jelentést a végén, és abban látszik, hogy valóban jól mértük-e fel a helyzetet, jól raktuk-e össze a részleteket. Felismerhetetlenségig roncsolódott traktor, mellette kisiklott vasúti szerelvény, mozdonya a bokrok között. Az áprilisban Újfehértó közelében készült felvételeket már sokszor megmutattuk. Ez a halálos áldozattal járó tragédia is megelőzhető lett volna, ahogy a 200 millió forint körüli anyagi kár is. Az ilyen balesetek ugyanis általában a közúton közlekedők hibájából következnek be. A vasút szempontjából tehát nincs szükség további szigorításokra, mondta el a MÁV szóvivője. 2008 óta már nem volt olyan vasúti útátjárós baleset, amelyben bármilyen módon, mértékben is felelős lett volna a vasút, tehát 100%-ban a közúti közlekedők, gyalogosok, kerékpárosok figyelmetlenségéből adódtak ezek a balesetek. Tehát a érintettségünkben nincs további szigorításra szükség. Az eddigieket, hogyha betartják az én munkatársaim, illetve a KRESZ szabályait, ha betartják a közlekedőt, akkor egyszerűen nem tud előfordulni hasonló baleset. A szakember hozzátette, a nyár közelettével, főleg a népszerű nyaralóhelyek környékén növekszik meg ezek száma. Bíznak benne, hogy az ütközéspont kampány is hozzájárul majd ezek csökkenéséhez.